Rossz állapotban vannak az utak, erre panaszkodtak a Földáki Lakossági Fórumon Lázár János országgyűlési képviselőnek. Az egyik résztvevő a Batidai bekötő út felújítása és kerékpár utak építése után érdeklődött. Lázár úr, még mikor polgármester volt, ígért valamit, hogy Batidán kiépíti a bekötő utat, meg a bicikli utat, és még a mai napig se nincsen kész. Erről szeretnék vele beszélni. Sok helyen ki kéne építeni a falukhoz a bicikli utat, Kúthölgy, Erzsébet, Szikáncs, meg Batidára is. A honatya elmondta, hogy beszél Almási István vásárhelyi polgármesterrel, hogy újítsák fel azt a bekötő utat. A fórumon egyébként többen panaszolták, hogy a belterületi utak járhatatlanok. A képviselő azt ígérte, hogy segít a községnek. Állapodjunk meg abban, hogy kell az idén 100 millió forint arra, ebből 44 már meg is van a csatorna víziközműnél. Kell még legalább 50 millió forint arra, hogy a toldozás-foldozást elvégezzük. Én azt javaslom, hogy ezt csinálja meg a falu. Én a második részlet megszerzésében mindenképpen segíteni fogok. És utána várjunk egy fél évet vagy egy évet, hogy utána mit kell újra aszfaltozni, és mire kell komolyabb aszfaltot rakni. Az legyen egy külön program, meg kell terveztetni azt is. Az útfelújítások kapcsán szóba került, hogy a Makó országhatár közötti autópálya nyár közepére lesz kész, októberre újítják fel a Csanádpalota Makó, az idén pedig a Vásárhely Földeák utat. Lázár János elmondta, hogy az útfelújítások mellett kerékpár utakat is építene a Maroslele Batida Hódmezővásárhely, Földeák Makó és a Maroslele Óföldeák Földeák útvonalon.